Mindig van hullámvölgy egy hosszú sorozatban. A győri Audi Etónak most a Larvik ellen el is jött. Rengeteg technikai hibával és rossz lövőszázalékkal játszották végig a zöld-fehérek a női kézilabda bajnokok ligája középdöntőjének harmadik mérkőzését. A nagy küzdelemnek köszönhetően azonban Ambros Martin együttese elégedett lehet az egy ponttal, hisz 3 pont előnnyel továbbra is vezeti a 2. számú csoportot. Az első fél időben jó volt a védekezésünk, viszont nagyon nem találtuk a lövési hatékonyságunkat. Ez főleg igaz volt a tiszta gólhelyzetekre. Ez előfordul, hogy megtörténik néha a játék közben. Ami fontos, hogy kezelnünk kell az ilyen szituációkat, amikor nagy nyomás alatt játszunk, mert mindenki meg akar minket verni, mert az elsőségért számolni kell velünk. Nagyon stresszes volt ez a mérkőzés. Amennyiben az ilyen erős csapatokat meg szeretnénk verni, sokkal jobban ki kellene használni a tiszta helyzeteket. Amikor idegesen játszunk, és van egy jó ellenfél, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk van. Boldog vagyok, hogy szereztünk egy pontot, de a játék, ahogy megszereztük, az nem olyan volt, mint amit elvártunk magunktól, de tovább kell dolgoznunk. Az első fél időben nagyon sok technikai hibánk volt, a védekezésünk az elején nem állt össze, a vége fele már úgy kezdett összeállni. Támadásban nagyon sok zicser kihagyás, ez ennyit jelentett. Elfelejtettünk plusz erőket mozgósítani a védekezésben, és nem működtünk együtt. Nagy helyeket hagytunk, ahol eredményesek voltak. Nem koncentráltunk teljes mértékben. Persze ezután mindent jobban kell csinálni, folyamatosan fenn kell tartani a figyelmet a teljes mérkőzés alatt. Én azt gondolom, hogy óriásit küzdöttünk, mint csapat tényleg. Tehát a padon, akik fönt voltak, szerintem ez döntött meg. Talán az, hogy kicsit összeállt a védekezésünk, tényleg, és figyeltünk oda az ígyszerekre. Today was a very important point. Because we keep the difference, because we didn't lose the match, because we were. Ez most nagyon fontos pont volt, mert így megtartottuk az előnyünket a minket üldözőkkel szemben. Nem veszítettük el a találkozót. Vissza tudtunk jönni 2-3 gólos hátrányból a mérkőzés végén is. Sikerült megőrizni az első helyünket a csoportban, és még nagyon hosszú az idő a sorozat végéig. Ezekből a találkozókból tanulni kell, mert fontos dolgokat lehet észrevenni a jövő szempontjából. Good knowledge, very good information for the future.